jelenleg a Szófőn vagyunk, a Szófő településen, a Kövesdi templomról melletti területen ásunk most már 3 hete, ez egy tervásatás a Laszkó Dezső Múzeumnak, és egy régóta ismert római kori régészeti lelőhely a kutatásnak a tárgya. Az apropója pedig az érdekes helyzet, a kiindulási pont, hogy ugye közvetlenül mellettünk van maga a középkori templomrom, és tulajdonképpen azt vizsgáljuk, hogy hogyan van kapcsolatban, milyen kapcsolatban van két régészeti helyszín, a középkor és a római kornak a viszonyát próbáljuk megmutatni. Ugye az eredeti koncepciónk az az volt, hogy 2 darab kutatóárokkal a teljes nagy lakóháznak az épületét megkutatjuk. Ez egy ilyen periódus kutatás volt az eredeti célunk. Azonban már az elején hamar kiderült, hogy egy eddig ismeretlen árpádkori temető is húzódik a római kori romok felett, illetőleg romok között. Úgyhogy gyakorlatilag ez egy elfordította a kutatásnak az irányát is, és hát teljesen más metódussal és hát időgazdálkodással tudtunk számolni. Úgyhogy igazából megmaradtunk az eredeti kutatószervényünkben, ami a római kori lakóháznak az udvarát és a hozzá kapcsolódó termeket vágja át. Itt sikerült több helyiséget is azonosítanunk, terrazzópadlót a római korból, meghatároztuk a belső udvarnak a kiterjedését, méreteit, a körülötte lévő folyosóit, és ez nagyon szépen összejátszik a felette található és a szántásban, illetőleg a lucernában kirajzolódó épületnyomokkal, tehát nagyon látványos régi fotókat tudtunk erről készíteni. És hát ami aztán nagyon lelassította a munkát, aprólékos feltárása, tehát ugye itt nem tudunk nagy erőkkel haladni, tehát erre időt, energiát kell szánni, de azt gondolom, hogy mindenképpen egy hasznos és eredményes kutatáson vagyunk túl jelen pillanatban is, mert azon túl, hogy egy ismeretlen temető került a fókuszunkba, nagyon érdekes kérdéseket vett fel arról, hogy hogyan kapcsolódnak, hogyan viszonyultak abban az időben a szemmel láthatóan a felszínen még érzékelhető római kori romokhoz, azokat hogyan használták, és egyáltalán ezeknek az egész kapcsolódása. Igen, ezek valószínűsíthetően 12-13. Századi temetkezések, az Árpád-kornak egy hát középső-végső szakaszára irányuló temetkezések, de ugye nagyon érdekes a helyzet, hogy hogyan van kapcsolatban szintén ebben az időben kialakuló szakrális térrel, a körülötte lévő templom körüli temetővel. Balatonfelvidéken maga a szituáció az nem egyedülálló, tehát az, hogy a rommezőt, és most azt hiszem azt, hogy nyilván a római korból van a legtöbb, de hogy a rommezőt kvázi kőbányaként, nyersanyaglelőhelyként használják, ez abszolút nem egyedülálló, tehát ez teljesen praktikum a mindennapi élet válasza a környezetre. Az mindenképpen egy érdekes helyzet, hogy hogyan használják. Tehát nem véletlenül mondtam azt, hogy tudatosan törekedtek arra, hogy magát az épületet vonták fókuszba. Tehát számos épületet ismerünk itt a több hektáros környezetünkben, geofizikai vizsgálatból. Nyilván lett volna lehetőségük arra, hogy kikerüljék ezeket a romterületeket, de ennek ellenére ők valamiért mégis kifejezetten törekedtek arra, hogy a falak közé ássák meg aztán a sírokat, és látnivalóan érzékelték a falakat, nem ástak bele, tehát az egész tömegét érzékelték még abban a korban, és törekedtek rá, hogy ezt több tudatosan használják. De nagyon fontos az is, hogy akár önkénteseket, akár egyéb más területről szakembereket be tudjunk vonni. Most ezt hogyan fog tudni aztán a jövőben korrelálni, azt majd meglátjuk, de nagyon szeretnénk folytatni a kutatást.